Na helló, srácok! Érkezett ma egy csomag, amiről nem tudok semmit. Nyilván nem pelenka van benne. Futár hozta, és nem emlékszem, hogy megbeszéltem valakivel, vagy hogy nem tudok róla semmit. Ugye a csomagon nem volt feladó, és fogalmam sincs, hogy ki küldte. Talán, mintha Németországból jött volna a csomag. De ha megbeszéltem veled, elnézést kérek, hogy nem emlékszek rá, de légy szíves, a leírásba írd már oda, hogy te küldted a csomagot, hogy legalább annyit tudjak neked írni, hogy hálásan köszönöm a csatorna támogatást, bár nem tudom még, hogy mi van benne, csak azért vettem le róla a cuccot, hogy nem most kelljen vele baszódni, úgyhogy nem tudom, ki küldte, de nagyon szépen köszönöm neki, bármi is legyen benne. Na, némi töltőanyag. Tyű, gyerekek! Ez egy projektor. Fast kamera. Smart IP kamera. Mi a picsa, forgatható? Az is van benn. Ha, nézzétek már, milyen cuki. A izé jut róla eszembe a... Mi az Isten? Na, de gyorsan akartam mondani. A Portál 2-ben azok a kis robotok. Hát dugjon már be. Itt mindenki előtt. Rák, enné meg, hogy sosincs töltőm. Az összes töltőm el van. Most nem mondok semmit, de már olyannyira elegem van ebből a töltő mizériából. Most az elmúlt napokban erről szólt az élet, hogy van a telefon, amin a kisfiú mesét néz, meg van a Gabriella telefonja, és elhordják a töltőimet. Nyilván a kisfiú széttépi a kábeleket, tönkreteszi a töltőfejet, már annyit töltőt rendeltem, hogy... Na, ez fa illett. Ez nem fér ide bele, pedig nagyon zsivány, és amikor tölt, akkor így elkezd itt szaladgálni rajta a cucók, de ez fail ide, ez nem jó. Adj hát egy másik kábelt. Kábeltet. Na majd ez jó lesz, nézed csak, figyeljétsük. Hova figyeljétsük? Így is van, bele a tápi-tápi. Milyen cuki már ez a kis bogyó. Valamit csinál. Ne kúrjál már föl, hogy van hozzá fehér burkolat. Takarodj már innen. Ja, amúgy itt van hozzá a kábel. De pöcs vagy, Kobi. A jó Isten vert volna arccal a betonba, hogy ilyen hülye vagyok. Na, tessék. Itt hozzá. Egy hülye gyerek vagyok. Nézed? Sum. Dék. Szosztármó. Jaj, na, isztuk-e? Beállt. Ó, de cuki. Dick, szakofélo. Na! Van hozzá fehér burkolat, kis tójás. Na jó, ezt alig várom, hogy bemenjek és kipróbáljam. Milyen jó lenne, látnám a napközben, hogy mit randalírozik a kisfiú a szobámba. Mert hogy szokott randalírozni. Mikor hazamegyek, az erősítő az sose abban az állásban van, ahol hagytam. Általában nem tudok zenét hallgatni, csak hogyha fölállok és beállítom. Na, ezt most nem tudom úgy visszarakni, ahogy volt. Nagyon ügyes, hogy kóbol. Kolbászos kenyér. Hogy a tüdő, de te, hogy volt ez benne?
Alexa. Még csavart is adtak hozzá, hogyha fel akarod fúrni. Úgy Berecki Gabi barátom mondaná. Főfúrni. Főfúrni. Jó. Ez rohadt jó. Imádom a kamerákat, a projektorokat, meg mindent, amiből fény jön ki, fény megy bele. A múltkor volt ez a kis zsebprojektor, amit kaptam. Kár, hogy pixel hibás volt, az egy olyan faszacuc lett volna. Na ez mi ez? Fehér dobka. Jaj, de király! Nagyon jó, ugyanis pontosan azon agyaltam, hogy hogy tudnám mérni a teljesítményt, az elfogyasztott energiát, hogyha fölkerül a napelem. És ez egy SYNRE szerelhető, sorolható fogyasztásmérő. Nagyon király! Hú, ennek most nagyon-nagyon örülök, mert pontosan ezen agyaltam, hogy hogy tudnám megmérni, hogy mennyi energiát használtam el, majd ha hogyha fölkerül a napelem végre, hogyha eljutok odáig, hogy a napelem is ide kerül. Mert hogy ekupityujék úgy picsárukták ezt a projektet ezzel a klímával, hogy ugye amit a klímára szántam volna, vagy a fűtésre, azt elköltöttük napelemre. Ja, most már tudom, hogy ki küldte. De hát nem mondtad, hogy küldött, baszod. Most már tudom, hogy kiküldte, mert itt van rajta a neved. Ez meg mi a pénisz gyűrűm? Mi a picsa ez? Ez... karbon matrica, de mire? A fókusz szárnyára? Vagy mire való ez? Akkor viszont nem Németországból jött, bazznek, hanem Osztrákiából. Szegény, mindig lenémetezem, az közöleg osztrákból. Ez véleményem szerint, de majd ha befejeződik a videó, akkor írok neki, hogy ez a fókusz szárnyára ilyen. Vagy elképzelésem nincs mire való. Hát de gondolom arra. Legalábbis formailag. Nagyon olyan. Aj, de jól néz ki. Imike. Ja, hogy először föl kell rakni eztet. És aztán ez meg ilyen átlátszó. Aha, ja, így adja ki. Hú, na ehhez kell valami szakembert szerezni, mert ez az ilyenhez, hú, de suta vagyok. És rendelt nekem Imi a Fordhoz matricát. Ez tudja, hogy a szárnyának a... vagy esetleg még oda a lábhoz, ami megy. Na mindegy, majd megkérdezem Imit, hogyha befejeztük a videó felvételt. Van itt egy LED szalagunk. Mi vagy te? Azt mondja, hogy blue, red, green. Tök jó, mert hogy multichippes LED szalag. Azt mondja, 12 watt, 20, 15, na, 12 volt, 20 zac. Királyság. Ez mindig jó, ha van itthon, mert néha agyfasz kapok, és kitalálom, hogy a kisfiúnak csinálok belőle valamit. Nézd, már még tápegységet is küldött hozzá. Hát akkor meg nehogy már ne dugjuk be. Prezentálva a LED szalag működését. Azt mondi, hogy... hogyan van ez? Hát figyelj, megpróbáljuk így. Aha. Távirgátés, nézd, az is van hozzá.
Kicsi, kompletten. Gondolom nem ártana bele elemet tenni. De van bennelem. Nézzük meg, működik a távvirgács. Az le van merülve, mint a dökkút. Semmi baj. Pánikra semmi ok. Megmérjük, hogy van-e benne amperek. Emberek, itt a na hempereg. Bekapcsoltam a mikrofont. Most kivételesen igen. Pár felvétel ment már a kukába, azért mert 3,27. 3 volt, ennek jónak kéne, hogy legyen. Ja, lehet, hogy fordítva volt az infravevő patronérió. Prizondoszkérió. Aha, ha megfordítod, akkor jó, de jó a zöldje, hé. Halljak meg, ha nem, ha meg lesz a tető. Ha meg lesz itt a tető a műhelybe, ezt be fogjuk ide rakni, és itt ki fogok alakítani a műhelybe egy ilyen igazi férfi kuckót, ahol palikával, nyugodtan, csendben jól érezhetjük magunkat. Na. PC játékok. Ezt nem ismerem ezt a gammát, de tök jól néz ki. Oh, imádom. Az anyám kurva úristen, itt ezt nézzétek meg. Imi, miért vásárolsz nekem állandóan? Tű, gyerekek, ide nézzetek, dombor nyomott. Áj, de király. Azonnal ki kell próbálni. Assassin's Creed Black Flag. Ez melyik része? Ez még a... Húj, melyikkel is játszottam? Picsa tudja már. Nekem a egyetlen egy része van meg ebből, amivel játszottam. És a grafikája miatt töltöttem le, mert hát zseni a grafikája, bár akkor, amikor leszettem, akkor még kurvára nem ment a gépemen. Xbox 360, azt nézzétek! Azt rohadt életbe! Oda néz! Ah! Nézd, változik a háttér, figyeld! Úristen, de kemény! Nem ismerem magát a játékot, de ez iszonyat jól néz ki. És változik a háttere. De kemény. Colin McRae Dirt, ez egy rohadt jó játék. Ezt imádtam. Szerintem korszakalkotó volt grafikailag is, meg játékmenetben is. Ne kúrj fel! Ne! Azt a rohadt kurva életbe! Egy test drive fém dobozban. Atya világ, gyerekkorom olyan játéka volt, hogy álmodni nem mertünk rajta, hogy menni fog a gépünkön, és aztán évekkel később, mikor elindult, a öcsémmel beletoltunk szerintem az életünk felét. Atya úristen. Hú. Gyerekig. Amerzón. Ezt nem ismerjük, ezt a játékot. Ez valami kraftolgatós téma lenne. Ezt nem ismerjük, majd kipróbáljuk és megismerjük. Imshattender múmie. Ezt gondolom az én múmiának a PC-s verziója. Aha. Ez valószínű valami Z-kategóriás játék volt, mert hogy én nem hallottam még erről. De magát a filmet meg imádom.
és ez sincs meg, úgyhogy egy újabb példánnyal bővült a játék gyűjteményem. Spiderwix. Mi a picsa? Ez valami szellemírtók téma? Ez sincs még meg. Imi baszki, járod a bolhát és nekem vásárolgatsz, ahelyett, hogy magadra költenéd a pénzedet. Ne költsetek rám pénzt. Nem érdemlem meg. Colin McRae Rally 2.0. Ez sincs még meg. Hú, ez is egy zseni játék volt, á? Gyerekek, ez a gyerekkorom. Ezek. De jól néz ki ez a lemez, hogy ilyen zöld. Kamera nem biztos, hogy átadja, de kiveri az ember szemét olyan zöld. Kár, hogy csak a szemét veri ki. Mit? Operation Flashpoint. Ezt sem ismerem, és ez sincs meg. FPS játék. Már jó. Na, már jó. Rossz nem lehet. Csak kinyögtem. Figyeld. Modem. 56 kilobit per szek. Voltak ám elvárások annak idején. Flashpoint. Game of the Year Edition. Ezt ki kell próbáljam. Na te mi vagy, Barbie-s játék? Á, ez izé lesz. Mi a fene, hogy hívják? Karib-tenger kalózai játékadaptáció. Ez sincs meg. Rohadt jó, hogy ilyen az izé a tokja. Nemo! Figyeld, PC, Mac. Nem ám úgy van, mint izé. Included, originál film, hogy rajta van a Nemo nyomában. Király. Nagyon sütemény. Nem lehet ezt? Nem lehet. Oh. Nekem az összes Harry Potter film nagy kedvenc, mindegyiket imádom. Egytől egyig. Nem volt olyan Harry Potter film, amire azt mondtam volna, hogy rossz. És maga a Harry Potter játék is, még mikor az egyes megjelent, én akkor toltam vele, mert annyira szerelmes voltam belé. Tomb Raider. Collector's Edition, mit exclusive bonus DVD. Bírom a németeket. Ja, fekto, ja, ja, ez egy másik. Ja, fekto, fucking shit. Nem biztos, hogy mindenki érti a poént, de nem lényeg. Még egy Tomb Raider. Jó. Hát na, kult játék. És még egy Tomb Raider. Tán csak nem ez a izé. Ez a második része, vagy az első része? Ez a második része, nem? Picsa tudja. Mi a friend? Level editor. Pályaszerkesztő van hozzá. Ne szórakozzatok már velem. Milyen gyönyörű kiadás ez is. Powered by SAT 1. Hát igen, SAT 1-en is mentek a izék. Mindegy. Ez kérlek szépen. American Conquest. Háromlemezes kiadás. Stratégiai játék. Ez is milyen szép, már imádom az ilyen dobozos cuccokat. Real time strategy. Strategy. Csak kinyögtem. Van még itt. Oh. PS2-es gémek, gyerekek! Azt hiszem, ma PS-ezni fogok. Jaj, de szép könyv benne. Imre!
Megint egy vagyont ide küldtél, de nem szabad, gyerekek. Nem szabad pénzt költeni kolbászra. DTM, Race Driver 3, PC és PlayStation 2. Tök jó lenne összehasonlítani, hogy milyen PC-n meg PlayStation-on. Persze a képek ugyanazok rajta, aztán meg kiderül, hogy PlayStation-on jóval szerényebbek a képességek, de ezt majd megnézem. Na kérem, van itt egy fülhallgatgyágoló. És simos naszmezei fehér. Azt hittem hirtelen, hogy Xboxos, de nem. Aztán van itt egy panaszkodik. Hú, ez már valami izé. Gamer cucc. Mert hogy van rajta izé. Mikrofonér, meg fülhallgatgyágoló. Ki fogom próbálni, mert tetszik a Ypsilon Somc. Nem hallottam még róla. Korábban a Kobiról sem hallottam. Ha? Erre csörög a dió, arra meg a magyaró. Na. És HDMI cable. Ez mindig jó, ha van. Ha! Töltő, gyerekek! Engedd már ne! Kis klasszik USB-s töltő. 5 volt, 2,1 amper. Hibátalan. Kéne már ide csináljak magamnak valamilyen. Nem mindig ezekbe a töltőkbe kelljen dugdosni, hanem valami kis doboz benne. A töltő esetleg mutatja, mennyi áramot vesz fel. Szivargyújtó. Meg hozzá egy baszott nagy tápegység. 6 amper, 12 volt, gyerekek, erről erősítőt kell üzemeltetni. És ez erre van gyárilag kitalálva, figyeld. Ez nagyon király, gyerekek. Tudjátok, hogy miért jó ez? Azért, de azon kívül, mert bármi, ami szivargyújtóról működtethető, az ezzel tudod üzemeltetni. Itt egy 6 amperes táp, ez kincs, gyerekek, erre. Izé van. Sorompó emelkedik. Azt mondja... Morhun, emlékeztek még arra a lövöldözős játékra? Izéket kellett lelőni. Csirkéket. Volt ennek kártos verziója, de király! Ha! Nem is tudtam, hogy volt ilyen kiegészítője. Te mi vagy? Knocking, Bubble Vision. Nem ismerem ezt a zenét. Na mindegy, bemegyünk és meghallgatjuk. Xbox 360. Battlefield 3, gyerekek! Íííí, szíkáljam le magamat, hé! Jaj, de szép kis gyűjtemény. Persze aztán meg majd írom, mi mindenki, hogy miért küldtél ennyi? Battlefield Bad Company 2, gyerekek! Imádom! Hogy minek küldte ennyit? Ó, nekem csak ezért kiszálltam a piacra, azt ott volt 2 euróért. Ja. Nem szabad, gyerekek. Ez fém. Call of Duty Black Ops. Ne szórakozz már. 360-ra. Call of Duty 360-ra Black Ops. Baszki. Te gyönyörű állapotban van. Úristen, de szép. Honnan a pöcsből szerzel ilyen fémdobozos cuccokat? Ezek egy vagyon. Lost Planet. Mi a pics, olyan nehéz? Ez is vas. Három hatvanas játék ez is. Van hozzá könyv bőven. Atya világ, micsoda szép gyűjtői darab ez. Jaj,
Jaj, de király. Amúgy igen, ez a szín elmaradt a múltkor, de amúgy nem hiszed el, mi úgy imádom használni azokat a színes kábeleket, megmondom, hogy miért. Mert tudom, hogy a sárgát a hanghoz húzom, a kéket a fényhez húzom, nem kell baszódni. Milyen király már ez is. És ráadásul ilyen gyári kábelem nincs is. Úgy itt valami ez azt mondja, hogy Light and Sound Systems. Ich bin ein Verlegerät von. Valami. Ez itt a reklám helye volt, biztos ők használták korábban, de most már majd az öreg kolbász használja. De cuki kis pecskábelek. Király. Jaj, de szeretem az ilyen finomságokat. Még egy patetőzőkbőke kábel. Mono. Ah, na most kaptam a húgykövet, ezt nézzétek meg. Omnitronic, ez nincs kivontva, gyerekek. Az a baj, hogy a múltkor, amit küldtél Omnitronic kábeleket, még most sem bontottam ki őket. Mert egy hülye gyerek vagyok. Nem baj, még egy patch kábel. Mi van, felszámoltál stúdiót, gyerek? Milyen kábel ez te? Öcsém, nem szerelhető, de olyan gumikábel, hogy leszopom magam kétszer. Oda-vissza. Esküszöm, ez leszerelte stúdiót ez a gyerek. Miféle kábelek ezek? Ez is ugyanez a Light and Sound System. Szóval mi német motyó. Gyerek, mondom, kirabolt egy stúdiót. Egyem is meg, hát nem cuki. Dik rózsaszín kábőj, hé. Hát ez meg mi a rák? Dük. Hát ez meg mi a pinám? Vízálló lenne, vagy mi? Pöcsön tudja. XLR kábel. Csak ilyen batár nagy csatlakozó van rajta. Biztos valami Deutschland szabvány. Sprechen Sie Deutsch? Rövid XLR, nagy királyság. Ugyanis ha föl akarok rakni mindent a traverzre, ilyen rövidekre van szükségem, és jelenleg nincsen, csak 20 méteres, mert régen olyan kábelt tudtam szerezni. Zöld és szürke. Ezek ilyen szendefektes témák, nem? Vagy mit tudom én? Citrom, sárga és kék. Nagyon király! Piros end. A citrom sárga. Hát ez zsivány. Az igen, komám. Kisebb békakábel. Békakábel? Gyerekek, micsoda ipari kivitelezés, figyeld. Háromfeles jack, meg 6-3-as mono. És ez sincs kibontva még. Jó, ide akasztjuk. Esküszöm, ki fogom bontani és használni fogom. Valaki írja már, mert mire jók ezek a kábelek. Szerintem így patchingelni a izébe, stúdióban, mikor egymás alatt vannak az eszközök, nem? Véleményem szerint arra jó, de javítsatok ki, ha nem így van. Na gyerekek, én most... Ez teljesen tök hülye ez a gyerek. Tök totál hülye. Mi a picsa? Jaj, paszki, ezt beszéltük! Mi a fene, hogy hívják ez? Mit tudom én? Hol van? Ja, itt van. Figyelj! HDD... Mi? HD DVD player. Xbox 360-as kivitelbe. De akkor ez most csak DVD-t tud lejátszani? Ez egy DVD lejátszó? Honnan szopok olyan tápot?
Hány volt kell neki? 12. Ó, sima ügy. Gyuri butikba ilyen csatlakozót adnak simán. Meg egy USB kábel. Ez milyen jól fog kinézni ott az Xboxok között, hé? Ja, ez így van. Aha. Halljak meg szatyorban, nem láttam még ilyet életemben, de rohadt jól néz ki. Nem tudjuk ezt megpitiszkálni. Halljak meg, ha nem ez laptop töltőnek van ilyen. Meg minek lehet rá izét? USB-t. Pennáról is játszik? Na ennek utána nézek az interneten. Imre! Gyere a keblemre. De azt akartam neked mondani, hogy hálás vagyok nagyon a csomagért, nagyon-nagyon köszönöm. Ismételten megleptél nagyon szupi dolgokkal, de most is elmondom, meg el fogom minden videónál mondani, hogy ezeket a cuccokat én nem érdemlem meg. Ne költsetek rám pénzt, ne rám költsétek a pénzt, vegyetek magatoknak belőle mondjuk accountot ide. Vagy mit tudom én, ne rám költsétek a pénzeteket, mert nem érdemlem meg. Hálásan köszönöm, Imi, nagy pacsi neked, Németországban, ami amúgy, hoppa, ez betű még nem száradt meg, egy pötty kijött. Ezt most bemegyek, meghallgatom, ez 1000%, megyek, játszok a játékokkal, meg ezt is kipróbálom. Úgyhogy köszönöm szépen, Imi, nagy pacsi neked, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, Tavén Bak Tálém, Roprám. Jók legyetek, sziasztok!